NB3-as osztálytárs ide vagy oda, a Nyíregyháza Spartacus volt az esélyese a Putnok elleni kupamecsnek. A hazaiak mindent meg is tettek, hogy a maguk javára fordítsák a párharcot, ehhez azonban nem volt elég a rendes játékidő. A 108. percben aztán megtört a jég, Rezes vezetéshez juttatta a házigazdát, 8 perccel később pedig Kostics biztosította be a győzelmet és a továbbjutást. A kötelező feladat így kipipálva most már ismét a bajnokságra koncentrálhat a Spari, amely a harmadik fordulóban a másik megyebeli NB3-as csapat a Nyírbátor otthonában lép pályára. Az Újpesten, Debrecenen egy ilyen vegyes csapattal játszottunk, ahol nem tudtuk azt, hogy mire számíthatunk. Most, hogy mire számíthatunk, azt sejtem, hiszen egyrészt ismertem őket, személyesen láttam őket ellenünk játszani. Illetve az első bajnoki meccsükre elutaztunk a Brekk János bával Nyírbátorba, 60 ellen játszottak. Úgy érzem, hogy ők kellene motiváltak lesznek, de mi is. És szerintem játékban nekünk erősebbnek kell lennünk. A hazaiak edzője Kovács János tisztában van azzal, hogy a Spari a mérkőzés esélyese, de bízik abban, hogy jó meccset játszanak majd a bajnok esélyessel. Én biztos vagyok benne, hogy kimondott a jó mérkőzés lesz, hisz a Nyíregyháza egy támadó játékot játszik ezen a szinten eredménnyel, hisz olyan rutinos játékosok, akik azért az NB1-nek is tagjai voltak, meghatározó szerepe lesz, nem hiszem, hogy neki különösebb akadály lesz ez a bajnokság. Nyilván, hogy minden mérkőzés más, motiváltak minden csapat a Nyíregyháza ellen, biztos vagyok benne, hogy mi is azok leszünk, de az eredményes szerepléshez egy jó játék kell, és hát ennek a nyertesei és győztesei csak a nézők lehetnek. Két forduló után a Nyíregyháza Spartacus két győzelemmel, a Nyírbátor pedig még pont nélkül áll az NB3 keleti csoportjának tabelláján. A két csapat mérkőzése vasárnap 17:30-kor kezdődik Nyírbátorban a Sportutcai pályán.